Jó, akkor megy a mikrofon. Rendben. Akkor elmondjunk a mantrát. És akkor most azt csináljunk, hogy én ide rakom, hogy jobban legyen veletek mindenkivel kapcsolat. Azaz. Na, az így jó. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Oké. Akkor fogunk beszélni. Ma terveztem beszélni egy kicsit a bhakti jogáról, mint miért csodálatos a bhakti joga. Azok, akik már 100 éves bhakták vannak itt, azoknak jó felfrissíteni, azok, akik csak 100 napig vannak itt, vagy 100 percig, azoknak jó egy kicsit lendületet kapni. Ezért erről fogunk beszélni. Dolgoznak az emberek, az is kell. És világítás kevés, akkor ez segít. Ahhoz elolvasunk egy verset a Bhagavad Gita-ból. De mielőtt elolvasunk a Bhagavad Gita versét, akkor ugye énekeltünk most Hare Krishna mantrát, Misinek a anyukájának kapjon áldást, kegyet, mert ahogy írják a szentírások, és írja, mondja Sivarama Swami, hogy a Isten a saját neve formájában, Hare Krishna mantrában sokkal kegyesebb, mint személyesen, képzeljétek el. Habár Binatvam Nama Namina, Krishna és a név, náma, námi, nem különbözik egymástól, a név tulajdonos és a neve, mégis van különbség Krishna és a neve között. Abból szempontból, hogy ugyanaz a személy és a név ugyanolyan tudatos, tartalmazza a Krishnának a formát, nem különbözik, ez azt jelenti, hogy a neve úgy néz ki, mint Krishna, mert Krishna úgy néz ki, mint neve. Ez egy. Mi ebben a világban most nem tudjuk ezt tapasztalni, de abszolút szinten, amikor valaki kimondja Krishna, a hangvibrációban látja Krishnát, szóval nincs különbség. És ez egy, hát ez az egész életünknek a feladata, meditálni ezen. Amikor mi japázunk, mindig ez a megértés, hogy Krishna nem különbözik a saját névtől, ez a fő meditáció. Mert végül, amikor érett lesz a japánk, akkor a névből fog magától, megmutatja magát Krishnát, és fog mondani, na, mondtam, minden szentírásban vártam, hogy 100 évig itt japázol, végre most már tudsz látni, hogy nem különbözök én és a nevem között. Szóval nincs különbség. De mégis van különbség abban, hogy az a neve kegyesebb. Ezért, mert van mondjuk Dvapara jogában van a fő lelki gyakorlat volt, az előző jogában, Murti imádat, ott vannak a Murti gornitái. Akkor ez volt a fő lelki mondjuk út. Tedd ide nyugodtan közelebb. Persze, tisztában vegye fel, ha már felveszem. Hogy akkor volt a Murti imádat,
De most mi nem vagyunk képesek Murtikra, a imádatra olyan sztenderteken, amilyen kell igazából. Mi most itt valamit utánzunk. Néha összekeverünk a babázással a Murti imádatot, néha a bálvány imádattal, mindig valami van nekünk. Szóval nem nincsen. Túl sok kegy kell ahhoz, hogy mi tudjunk jól imádni Murtikat. Főleg, a Gornitáj meg jó, mert Gornitáj, ők nagyon kegyesek, ők nem... Ők nekik bármit, amit nekik teszünk, ők már fogadják, hogy mi szolgálatot végeztünk, és adnak a kegyét. Ez a természetesen, mivel ők jöttek, Krishna, mint Gornitáj, hogy adjan a szent nevet, pont Hare Krishna mantrát, ezért ők különböznek ők is Krishnától. A Ráda Krishna, ami Ráda és Jáma Krishna völgyben van, ki még nem látta Ráda és Jámat? Krishna völgyben? Mindenki látta. Srila Prabhupát írja, hogy őket imádhatja a csak felszabadult lélek. Ez nagyon szigorú. Mégis imádnak, nem mindenki felszabadultak, akik Krishna völgyben vannak, akik imádnak, de ott Srila Prabhupát és Sivaráma Maharaj Gornitáj kegyéből imádhatnak. De igazi, csak felszabadulhat. Felszabadult. A Gornitáj az, hogyha valaki valamilyen szinten baktának gondolja magát, az már imádhatja Gornitájt. Az nem probléma. De még a Ráda Krishnának, Ráda Sámnak a neveik még kegyesebbek, mint a Ráda Sám Krishna völgyben az oltáron. Az ők nevük. De ők nevük az milyen? Ez a Hare Krishna mantra. Ez a Ráda Sám igazából. És az sokkal kegyesebb. Ezért mi ebbe korba, Yuga Dharma, ez a Harináma Sankirtan énekeljünk. És hogyan? Sankirtan együtt. Ami ebbe, ez a feltétel. Ugyanúgy, amikor valaki főz levest, van egy feltétel. Amikor lábosban vannak a zöldségek, víz, fűszerek, rárakja a tűzhelyre, még egy feltétel kell. Alá kell gyűjteni. Itt is az éneklés, a Hare Krishna mantra éneklés ebbe korba, a fő lelki gyakorlat, egy feltétellel együtt. Egy csoportosan kell énekelni. Sankirtan. És ez a forma, ez a legkegyesebb és legkönnyebb. Itt nem kell felszabadultnak lenni. És most ezt csináltunk, hogy énekeltünk. Ráda Sám, Gornitáj, igazából, hogy mit jelent Hare Krishna mantra. Hát mindent jelent, kire meditál. Lehet Visnóra is meditálni, vagy Gornitájra, de igazából klasszikusan az a Ráda Sám, az a legtisztább megértés, mit jelent, hogy Hare Krishna mantra, ez a Ráda Krishna. És énekeltünk, és kértünk, hogy adjon az áldását, Misinek az anyukájának, hogy befejezzen az utat, mert az legfontosabb utolsó vizsga, utolsó fázis, utolsó fejezet az életbe. Habár Krishna sokkal jobban szervezte az életünket, csak mi nem élünk vele egyet lehetőséggel. Az egész nyugdíjkor, ami arról kell, hogy szóljon, hogy az ember nem csinál más, hanem csak lelki gyakorlatot csinál. Szóval Krishna adta lehetőséget, és most is azok, akik megélnek a nyugdíjt, adáig élnek, akkor kaphatnak. Csak utána, amikor kapnak nyugdíjat, akkor mindenféle ostobaságokat kezdenek csinálni. Kutyust vesznek, macskost, akkor utazgatnak, szóval tévéznek. Szeriálokat egyikből a másikba, és már azt se tudja, hogy most mi a valóság. Én a tévé előtt, vagy a szeriálban van a valóság.
Szóval illúzió illúzióban, sajnálatos módon ezt nem használják, de Krishna adta. Szóval nyugdíjkor, mert ember, amikor utána jön a halál, akkor mondja, miért így hirtelen, de várjál, hát még nem, legalább előbb tudnék. És akkor szoktak mondani, hát figyelmeztetést kapsz már születéstől. Prabhupát, most valamelyik nap hallgatom Srila Prabhupát leckétől, azt mondja, hogy igazából nincsen ilyen, hogy születés, hanem haldoklás. Ahogy valaki megkapta ezt a testet, elkezdte haldoklodni. Ez már haldoklás, ez nincs születés. És minden születésnap, ez nem egy, mi gondoljunk, hogy na akkor most éjjel örökké, legyél egészséges, és akkor isznak a mérget, az alkoholt, nem? Egészségedre. És akkor megmérgezi magát. Schizofrén a világ. De minden születésnap, ez is egy figyelmeztetés, hogy egy évvel kevesebb időd van felkészülni. Utána jön nyugdíjkor. Az figyelmeztetés. Még nagyon kevés idő maradt. Utána, amikor jön a rákbetegség halál előtt egy valakinek, egy hónap, két hónap, három hónap, egy év, az is egy figyelmeztetés. Szóval egyfajtában gondoskodva van rólunk, hogy készüljünk fel, de mi mindenféle illúzióba akarunk lenni. Jaj, még meggyógyulok, jaj, még hát, ha meggyógyulok. Csoda kell történjen. Velem biztos csoda történik. Meggyógyulok. Gyógyulsz vagy nem gyógyulsz, úgyis meghalsz. Srila Prabhupát mondja, amikor azt mondja, orvosok tehetetlenek. Jó, oké, kicsit gyógyítanak az orvosok, de mit? Hosszabbítják. A haláltól nem tudnak megmenteni, csak a szenvedésesedet meghosszabbítják. Szóval mi kapunk ilyen lehetőségeket, és valamikor kevesebb, valamikor többet, de fontos, amikor jó, hogy amikor van egy kis idő, és volt valaki, aki nem élt vele lehetősége, de Krishna olyan kegyes, hogy az utolsó pár napban, az utolsó halál pillanatban, hogyha menedéket veszel, meg akkor is fog segíteni, képzeljétek el. Ő adta egész életet nekünk, hogy felkészüljünk, de annyira szeret, hogy mi rendben legyünk, hogy még halál pillanatban is. Persze nekünk nem kell gondolni, akkor majd halál pillanatban én is kapok kegyet, jó lesz. Nem biztos. Annyi sok ember úgy hal meg, hogy nem... Mert lehet, hogy nekünk halál utolsó pillanat mindjárt lesz. És hát most a Misinak az anyukája hallgatja, akkor általában a Bhagavad Gita-t, Srimad Bhagavatam, melyik volt 6. éneket? Az Ajamil. Ott azt a történetet olvasták fel neki, ahol volt egy brámana, Ajamil, aki fiatal korban nagyon jó ritusokat, mindenféle vallásos elveket követett, de mivel volt neki egy vágya, nem is tud róla, csak egy ilyen szamszkárot valahol nagyon rejtve a tudatalatiba, egyszer valahogy elment fáért, vagy valahogy, és akkor lényeg, hogy látta, hogyan egy férfi megközelítette egy nőt. És akkor ezt neki felébresztette egy vágyat. És akkor ő abba hagyta a vallásos elvek követését, és elment egy prostituálthoz. Végül feleségül vette, és ahhoz, hogy fenntartson a családot, akkor mindent megtette, hogy meglegyen. És végül érte, úgy, ahogy mi így szoktunk, nyugati világba jön az életet, mindent elkövettünk. Született, utána, amikor már nagyon öreg volt, akkor született egy kisfiúja. És az a különbség a keleti és a nyugati között, hogy ott legalább neveket, normálisokat adnak. Nálunk csak Pistika, Józsika adnak a neveket, amit semmit nem jelent, de ott legalább Istennek a neveit adnak a gyerekeknek.
És Ajamil adta a nevet a kisfiúnak, Narayan. És nagyon csodálatos volt. Kinek volt kisfiú, vagy van? Nagyfiú. De volt valamikor kicsi. Igen. Nagyon csodálatos gyerekek, mikor kicsik, kezdenek beszélni, kezdenek járni, nagyon aranyosak. Ugyanúgy teljesen elrabolt a szívét a Narayan, a Ajamiltól, annyira szeretett ezt a kis, drága kisfiút, hogy a lelke, hogy a szíve megolvadt. És nagyon-nagyon boldog volt. De aztán jött a halál. És halál pillanatban, amikor már hát neki kellett pokolba menni, mert sok bűnt követte el. És ez az hatodik ének, ott sok minden jó ezen a történeten kiderül, hogy mi történik halálkor, amikor valaki azt gondolja, hogy a jó ember. Mindenki magáról azt gondolja, csak Isten mit gondolja rólunk, ez a fontos. Hogy ő gondol jó, akkor jó. Ez mit jelent? Hát ha akarunk, hogy ő jó gondoljon rólunk, akkor követnünk kell az ő által előírt kötelességeket. Akkor tud gondolni rólunk, hogy jó. De amikor önző életet él valaki, akkor biztos elköveti bűnöket. És amikor ő már haldoklódott, akkor hát egy ilyen tehetetlen helyzet, amikor már most mindjárt meg fogok halni, és senki nem tud segíteni, szíve teljesen szét van szakadva, mert annyira ragaszkodott a kisfiához, hogy ez nagy-nagy fájdalmat okozta neki, hogy most elhagyom a világot, és többet nem látom a gyönyörök és a csillagomat. Vagy nem tudom, hogy szokták magyarok mondani a kisfiúknak. Csillagom? Drága. Nekem anyukám mondta, napocska, csak oroszol. Az így oroszol, jó hangzik. És kiáltotta már halál pillanatban, hogy Narayan, Narayan! De Narayan az a kisfiú, de ez Krisnának a neve. És Krisna gondolt, na végre valami jót csinált. A halál pillanatban már valami értelmeset. Habár ő nem ment személyesen Krishna, de küldte a szolgákat, Vishnu dutákat. Amikor valaki lelki világba fog menni, az ő érte fognak jönni. Csodálatos, ragyogó, gyönyörű, szép és kedvesek, végtelen kedvesek személyek a Vishnu duták. De amikor jöttek, akkor láttak, hogy már van tömeg ott az ágynál, ahol haldoklott a Ajamil, ott voltak a csúnyák is. A Yamaduta, a Yamarajnak a szolgái, akik jönnek mindig, a kórház az tele van. Mi nem látjunk, csak ne jegyétek meg, hogyha meglátjátok, nagyon-nagyon ijesztők. Csúnyák, a kórházból várnak, itt néznek az órát, és akkor mindenki mellett már van egy pár Yamaduta. Visszaszámlálót néznek, és akkor visznek el. Hát általában kitépnek a finom testbe, a lélek a finom testbe van, és akkor azt kiszednek a durva testből. Attól függ, hogy milyen bűnt követte el, minél bűnösebb, annál alacsonyabb csakra keresztül kiszednek. Hogyha gyökércsakra, nemi szervek csakra, akkor általában őrít meg vizel maga alá a haldokló halál pillanatban. Ez mutatja, hogy oda, ott távozik is, és begörcsöl, ott a csakra körül, arra a csakrára görcsöl az egész. És akkor ők is jöttek, mert egész életben csinálta problémákat Ajamil, és jöttek a Yamaduták. Igen, amikor kiszednek, akkor egy ilyen időkötelet, speciális kötél van, ami finom testet körbe kötnek. Eljöttek, és akkor, na, akkor vigyünk. Erre jöttek a visnodóták, mondták, várjátok, hol visztek? Ha hova?
Hát ez egy bűnös ember, te nézd meg rajta, semmi jámborság nem maradt rajta. Természetesen egyértelmű, hogy megy a pokolba, mi most viszünk Yamarajhoz. És akkor mondták, Visnuduttak, nem vihettek el. Hát most, ő most kiáltotta Istennek a nevét. Aki, és Isten Bhagavad Gita-ban mit mondja? Aki rám gondol halál pillanatban, az hozzám kerül. Ő rám Istenre gondolt. Valójában nem Istenre gondolt. Ez még ilyen kegy, hogy a fiára gondolt. De Isten nevét énekelt, Krishna elfogadta, hogy rám gondolt. Szóval ilyen kegyes. A szent név. És ez mind látta, mert ilyenkor már látja az ember ezeket a szinteket, mert már aktív jobban a finom test, mint a durva test. És látta ezt a vitát, az egészet. Ott nagyon hosszú beszélgetés volt, és nagyon szép érveket magyarázták a szent névnek a tudományát, hogy hogy működik a szent név. Ezt magyarázták a Visnuduták, és végül Ajamil kapta újra időt. Akkor nem, senki nem vitte el, mert még nem szabadult meg teljesen, viszont mivel egy jó dolgot csinálta, azért kapta még lehetőséget ebbe a testbe gyakorolni, és akkor itt maradt. És akkor tovább gyakorolt. Szóval ez a szent név, és ezért jó, hogyha mi segítünk másoknak, főleg aki hozzánk állnak közel, barátaink, rokonok, adjunk lehetőséget hallani szent nevet, ilyen történeteket olvasni, az is jó. És akkor most úgymond beszéltem Misivel, mondta, hogy az anyukája eléggé veszi most menedéket Krishna tudatnál. És ez a legfontosabb. Hogyha menedéket vesz, akkor mi már tudjuk, meg tudjuk nyugodni, hogy akkor már jó lesz. Mert sokat múlik, amikor mi segítünk, de még erősebb, mikor ő is belekapaszkodik. És akkor ez így történik. Nem tudjuk, mennyi idője még van, lehet, hogy 2 hét, mert még eszik, iszik, általában, amikor nem eszik már, mert utána fog jönni egy ilyen fázis, az ilyen 3 nap, 4 nap, ezek is figyelmeztetések, jelek, és akkor. Igen, és most fognak tovább olvasnak, még Bhagavad Gita, Krishna könyvet fognak olvasni, Csaba nagyon jó, hogy jön mindig, és énekelni. A legfontosabb, mind a 3 jó, vagy mind a 2 énekelni, és hallani. Igen. És majd jövő héten Misi még hív el engem, légy szíves, mert már nem jövök, de telefonon megbeszéljünk, mit kell, amikor már 1-2 nap marad, akkor elmondom, mit mondjál neki. Jó? Hogy, mert vannak fokozatok, hogy el tudjunk kísérni addig, ameddig már elengedünk, és akkor utána már mondjuk, hogy mit csináljon, mikor ki kell lépni a testből. Az is fontos lesz. Oké. No, szóval ezért énekeltünk most ezt a dalamot, hogy segítünk. Ugyanúgy, mikor műtétek vannak, valaki kórházba került, ha nagyon beteg, akkor is jó énekelni. Most volt egy bakta Krishna völgybe, tudjátok, Prabhakar Prabhu, neki egy daganatot kellett kimüteni. És akkor énekelte. Hát most a Magyarországon mi Szegeden énekeltünk, akkor énekeltek budapesti templomba, énekeltek Krishna völgybe a műtét idő alatt, amikor mi már fél órával műtét előtt elkezdtünk énekelni. Ez mind segít, mint Krishna akkor adja az áldását, a kegyét. És ettől is csodálatos a közösség, hogy próbáljunk együtt érezni egymással, nem csak egymás, mindenki, de egymással már legalább, akivel ismerünk, az már egy jó dolog. Ez a bhakti jogának a csodálatos dolga, hogy ember legbűnösebb lehet, de hogyha végén, vagy valamikor csinál valami jót, jót ez a lelki tettet,
akkor szvalpa masyasya, dharmasya, trajate mahatobaya, szvalpa. Pici lépés, hogyha megteszi, akkor Krishna megvédi. Ez a csoda. Ez a téma ma, ugye Bhakti Jogának a csodálatossága. És itt is Krishna végül azt mondja, itt a harmadik fejezet Bhagavad Gita-ban, előtte egy fokozattal lejjebb beszélt Krishna Arjunához, mondta neki, mert ember úgy fejlődik, először legyél, először csak végezd a kötelességeiket, morális, erkölcsi elveket követése, akkor azzal nem csinálsz magadnak bűnt. Ezt mondta Krishna, és akkor karma jogát, magyarul buddhi joga, karma joga, nem buddhi joga, ez magasabb, karma jogát tanított. És mondta, lényeg, hogy kötelességből kell csinálni. De utána fokozatosan így följebb viszi a minket, Krishna, mint Arjunát is, a Bhagavad Gita-ba, és már 9. versben hozzá kapcsolja a bhakti jogához. Mert tudja, hogy annál jobb nincs. Akkor most minek mi eszünk egy alumínium kanál, amikor ott a platina kanál, nem? Használjunk a platina kanalat. És akkor mondja. Hol van? Itt van. Yagyathat karma nanyatra lakayam karma bandana. Tat arham karma kanteya mukta sanga samachara. És akkor itt azt mondja, yagya artha. Artha az azt jelenti cél. Cél. Yagya artha. Végezd kötelességet, bármit, amit csinálsz, legyen egy áldozat. Ez azt jelenti, hogy önzetlen. De a yagya szó, ez a Krishnának a neve. És akkor, mikor azt mondja, hogy áldozatként csináld mindent, igazából azt mondja, hogy Krishnaért csinál mindent. Ez a fő áldozat. Hogyha én mindent teszek, hogy Krishna legyen velem elégedett, az az áldozat. Ez az igazi áldozat. És azért így mondja, yagyata karma nonyatra lakayam karma bandana. Sat arham karma kontiya mukta sanga samachara. Én elolvasom először a Srila Prabhupada fordítását, utána meg egy kicsit beszéljünk szavakról. Az ember végezze úgy munkáját, hogy áldozat legyen Visnónak. Másképp tettei az anyagi világhoz kötözik. Ó Kunti fia, teljesíts ezért előírt kötelességed az ő örömére, és így mindig mentes maradsz a kötelektől. Igen, itt pont érdekes szó van, lokayam karma bandana. Ugye, a karma és a bandana, ez kötelek, de hát le valamikor karma különbözőképpen köti minket. Valamikor csak mint kötél, akkor ez egy kicsit több szabadságunk van, de valamikor mint a gusba köt, akkor kevesebb a szabadságunk. És itt a formula, amit Krishna tanít, hogy általában lakajam karma bandana, hogy általában az emberek, akik a saját érdekébe csak élnek, önző tetteket végeznek, akkor meg lesznek kötve karmával. Karma bandana, rabjaik lesznek. Ez a probléma az, hogy tudat meg lesz kötve. Mint most az egész világ meg van kötve, senki nem tud, hogy a kötelei ellen cselekedni. Mindenki cselekszik. Ahogy most látjunk, ami most cselekszenek, ez csak így viszi egy sodrás, a karma. Az egész világot csak így visz, nem tudnak megállni. Koronavírus, mikor volt karantén, senki nem tanult semmi, semmi nem változott,
emberek ugyanúgy önzően élveznek, ugyanazt csinálnak. Ez már nagyon, nagyon nehéz. Bhakti yoga nélkül nem fognak tudni ezt megcsinálni. Nekem van ez a tudatos életmód oldalom Facebookon, ahol mesélek morális elvekről, erkölcsi elvekről, így kell csinálni, meg úgy kell csinálni. Az gondoljátok, hogy meg tudok változni, amit én mesélek ott? Nem. Az kell nekik rájönni. Azok, akik rájönnek, a tudatos életmód követők, amikor már 1000 előadást hallgatták, hogy hogy kell nevelni gyereket, hogy működik a kapcsolat, és hogy lehet sikeres, és hogy lehet érzelmileg egészséges, és minden. Mindenki kipróbál, és fognak látni, nem működik. Működik, csak ők nem tudják csinálni. Na, akkor ők már éretek. Akkor nekik ma válaszolunk. Jó, így van. Ahhoz, hogy ez működjön, aktív legyen, ti tudjátok csinálni, hogy tényleg változás hozni, akkor gyertek Bhakti Yogához. Akkor ez minden fog működni nálatok. És akkor így jönnek a Bhakti Yoga csoportba a személyek, és akkor tényleg elindul a változás. Addig csak egy kicsit. Valaki kevesebb iszik, valaki vegetariánus lesz, valamilyen kis jámbor tettet kezd végezni, aki tudatos életmódot követi, de drasztikus változás nem, tudjátok miért? Karma bandana, hát karma összeköti, hogy te nem tudsz legyőzni a karmádat, hiába akarsz jó csinálni, jó ember, az téged sodor. Ahogy csak elkezdesz bhakti jogát gyakorolni, a bhakti joga mit csinál? Gyengíti a karmádat. És már tudsz változtatni a saját életén. Általában akkor van 180 fok változáshoz. Addig kicsit változik, de mindig tapasztalja, hogy működik, mert azok, amit én tanítom, ez nem az enyém, ez Krisnának a törvényei, a boldog élet törvényei. Ezért, hogyha picit kipróbálod, tényleg működik. De nagy változás nem leszel képes meghozni az életedbe. A karma bandana. Gusba vagy kötve, sokat nem tudsz. Próbáljátok kocsit vezetni így, összekötött kezdekkel. Vezetsz keresztezésbe, ha váltani is kell egyszer, és kormány kell. És még jelzőt, és nem tudjunk. Nagyon nehéz. Na ez van, így akar ember életet változtatni, amikor így be van itt kovácsolva. Tudjátok, mi régen ilyen a sziklához oda kovácsolták ilyen dolgokat, és akkor ember úgy állt, vagy amikor a lábához ilyen nagy golyót ide raktak, ilyen fából gust, ez a gus, ugye? Vagy valami, szóval valamilyen dolgokat, hogy itt a kezet, itt a nyakat, Hare Krishna. A lábához nagy golyó, hogy futsz? Másik, tudjátok mi a érdekesség ebbe a guskötésbe? Hogy ez a világ, ahogy megy, abban valamilyen semmibe irányba, hát nem semmibe, egy szenvedés halál irányába. És akkor így mennek az emberek, és van egy ritmus ezzel. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, van ez a ritmus, és mindenki szinkronban van. És nem tud elmenni, mert akkor így megy ez a ritmus, és ez a ritmus adja illúzió, tök jó, mert minden szép és jó, egyre szebb. Minden, ami történik, csak jó lesz, mind egyre jobb lesz, egyre. Van egy ilyen illúzió. Azért, mert szinkronban egy ritmusban van. És nem tudsz ki ebből a ritmusból kiszedni magát. A bhakti yoga az így téged belassítja, és akkor kezdesz látni, hogy megy a világ, ahova megy, és már kezdesz, és van kapacitásod gondolni, hát én arra nem akarok. Nincs bhakti yoga, akkor vész, nem tudsz megállítani. Mert ahhoz, hogy lássa, hogy ez valahol nem oda megy az egész, ahhoz meg kell állítani az elmét. De nem tudjunk, nem lehet. Ezért a bhakti jógának ez a csoda, hogy ahogy itt mondja, hogyha ezt csinálod, akkor nem leszel megkötve. De beszélünk egy kicsit tudományosan, még valamit kicsit később felolvasunk, beszéljünk egy kicsit tudományosan, hogy mit jelent, hogy lehet az, hogy ezt csak egy higgyünk el,
mert ez valami babona dolog, hogy a Hare Krishna, na akkor ez nem karma, a más mindenféle karma, és az, hogyha én magamnak önző dolgokat csinálom, az megköti, amikor Krishnának valamit csinálok, akkor ez felszabadítja. Ez most akkor igaz, hogy mi csak hipnotizáljunk itt egymást, és akkor jó érzünk magunkat, mert nagyon akarunk ebbe elhinni, vannak olyanok emberek, akik valamiben akarnak nagyon elhinni, és így is csinálják, hogy elhitték, és úgy gondolják, hogy boldogok. Akkor mi is az a csapat vagyunk, vagy mi a véleményetek? Nem, mi sose. Miért? Mi kell hozzá azért a szentírásokból a tudás? Mindenféleképpen is azt kell megvalósítani. De miért működik a szentírás? Lehet, hogy az csak egy hipnózis könyv. Önhipnózis. Felolvasol, és akkor ott írja, mondod Hare Krishna, és boldog vagy, és akkor nem köti meg a karm, és mi is mondjuk, Hare Krishna, boldog vagyok, nem köti meg a karm, és azért így van, mert hát ebben a világban minden alá van rendelve törvényeknek, a karma törvénynek. És minden tett, amit mi teszünk, ez biztos, hogy karmának van alárendelve. Van kombináció, de hogyha három osztályra osszunk a tetteinket, van tett tudatlanságba, az nagyon-nagyon rossz karmát fog csinálni, van szenvedély, az biztos, hogy szenvedést fog okozni karmailag, és van a jóság, ami valamikor tudást hoz, valamilyen féle boldogság, mert a jóságban lehet boldogságot tapasztalni ebbe a világba, de büszkeséget is. És a büszkeség az már szenvedély, akkor az már szenvedés. Szóval még a jóságban se lehet megmaradni. Az nagy művész kell, hogy legyen, aki jóságban tudjon megmaradni. Mert ott előbb-utóbb büszke lesz, mert lenézi másoknak. Hú, ezek milyen szenvedélyesek. Én egy tiszta jóság vagyok, ezek mindenkit, tudatlanság, szenvedély, na ez már mi? Ez már szenvedély. Gyorsan le lehet onnan pattyogni, vagy pottyogni. Az. Szóval ebben a világban minden tett valamilyen kötőerőhez kötve van. Nincsen. Itt minden kontroll alatt van, és a karma törvényt mindent kontrollál. Viszont Krishna, ő kívül van. Ő az anyagi világ törvényeiken kívül van. Nem őt kontrollálják a törvények, hanem ő kontrollálja a törvényeket. Kicsit fordítva van. És ezért, hogyha mi mondjuk, hogy a tettet irányítjuk magunkra, szóval anyagot élvezünk, ez magunkra van irányítva a tett. Akkor az karmán belül van. Hogyha mi Krishnára irányítjuk a tettünket, ez a szándék, a motiváció, a tett ez az, akkor az kívül megy az anyagi törvényeken. Értitek? És ezért a lelki tettnek nincs karma. Kiszabadítja, nem köti meg. Ez egy tudomány, hogy hogyan működik. Bármilyen ilyen tett, amit Krishna felé csináljunk, az nem csak. Hát egyik, hogy rögtön nem köti meg, mert nincsen karma alatt, a másik, hogy az anyagi energiának az illuzórikus hatását kezd csökkenteni. Az ember azért tud megállni, ezt belassul. Nem akar már menni ezzel a világon ritmusával, és kezd észrevenni, hogy húha, ez
ez a világ, ez nem túl nagy ígérete. Van garancia, de egy garanciája van, a szenvedés. Más nincs ebben a világban. Szóval így itt a kicsit második fejezetben Krishna mond nagyon jó dolgot, ahol pont erről van szó, hogy igen, itt az anyagi tettek ebben a világban bármit teszem, még hogyha Prabhupád mindig sokszor mondja, hogyha valaki csak saját magáért cselekszik nagyon önzően, az illúzióban lesz ez az ember. Valaki mondja, nem, én a család, én önzetlenül családért élek. Azt mondja, ez a tágos, ugyanaz az ego, hamis ego, csak tágosabb, a családra kitágolt. Valaki mondja, hát én magyarosságért, a magyarokért csinálom. Na, kicsit tágosabb az ego, népre. De valakik csinálnak ENSZ, ugye az egész világbéke, nem csak magyarok, hanem egész világ megérdemel békében élni. Azt mondja, ez ugyanolyan illúzió. Nem tud segíteni. Béke ebben a világban, béke csak a temetőben van. Szóval itt minden tett, itt minden tett, karmát csinál. És Krishna mondja, csak most nem emlékszem, valahol itt 40 vagy 50, azt mondja, joga, szóval a lényeg, hogy azt mondja, hogy itt van, 50. vers. Mondja, buddhi yukta jahatiha, hát itt a buddhi yukta, buddhi yoga, ez a bhakti yoga igazából, a intelligenciának a jogája, de ez a bhakti. Buddhi yukta jahatiha, ube sukrita duskrite, ő látja, hogy igen, vannak itt a sukrita, ez a jámbor cselekvés, duskrita, van rossz cselekvés, de ez minden, a végén még mindig rossz. Szóval, hogyha valaki gondolja, hogy én egész életemben rendes ember leszek, jó, de rendes emberek is meghalnak. Ebben mi a jó? Szóval meghalni senki sem jó. És te rendes vagy, de valamikor úgyis hibát követni fogsz el, és ettől következményként nem leszel már rendes, mert elkezdesz csinálni hibákat, és akkor utána gazember leszel. Szóval egyszer rendes vagy, egyszer gazember, ez a szenvedés mindig lesz. Szóval ube sukrita duskrita. Tasmát, ezt mondja, ezért, hogy ebben a világban mindig eltévedesz. És akkor itt minden tett gúzsba fog kötni. Karma bandana. De, joga, de valaki, jogája yujasya, de ha valaki olyan jogát gyakorol, mint a bhakti joga, akkor joga karmasu kausalam. Ez azt jelenti, hogy például, mielőtt ezt megmagyarázom, van, amikor vannak olyanok, hogy mondjuk, vallások, vagy ilyen irányzatok, közösségek, ahol pont ezt gondolják. Hát igen, itt minden megölni valakit, ez bűn, akkor nem ölnek meg, akkor vegánok lesznek, meg utána még gondolják, hogy pú, hát itt még akkor is megölünk, amikor lélegzünk, láttátok, volt, amikor nincs karantén, de maszkba járnak olyan, vannak ilyen hitű emberek, akik azért maszkba járnak, mert baktériumokat megölünk, és annyira nem akarok. Szóval ember annyira gondolja, hogy mindjárt most megszűnik a rossz karmám mindenem, mert én okosabb vagyok, mint az egész univerzumnak a törvényei, és majd mindjárt én kitalálom egy egyensúlyt. Aztán utána valakik német fogadalmat tesznek, valakik például a buddhizmusnak az a lényeg, hogy igen, itt mind karma, nagyon rossz, minden karma, és csak úgy tudsz megállítani, hogy nem cselekszel, és semmire sem, meg gondolni is karma, és ezért ürességre kell merülni. Semmire nem kell gondolni.
Srila Prabhupád nagyon aktívan ezt cáfolja. Azt mondja, először aktív, a lélek aktív, nem passzív. Léleknek teljesen természet ellenes, nem gondolni semmire, és tétlen lenni. E lélek cselekedni akar, szeretni akar, érzelmeket tapasztalni akar. Ez a léleknek a természete. Ezért semmit nem csinálni nem lehet. Csak kell tudni a trükköt. Itt van ez a karmászó kausalam. A kausalam ez azt jelenti, hogy a trükk. Ugyanazt a dolgot, amit mások csinálnak, ez karmát csinál, de hogyha ismered a trükköt, akkor csinálsz egy ilyen hüp-hüp-hüp. Bakta trükk. Hogy külsőleg te is ugyanúgy cselekszel, mint mások, de nem csinálsz karmát. Ez az okosság. Értitek? Nem, hogy nem csinálok semmit, mert akkor nevetni se szabad, mert ma mennyire nevetünk, annyira fogunk sírni. Ez a karma törvény. Amennyire ide megy az inga, annyira oda. De bhakti jógában az nem így van. És akkor magyaráznak, a védikus magyarázat erre a karma szakósalam az, hogy a jógik, hogy a fogják, és ők a higonyból csinálnak aranyat. A higony az méreg. Hogyha valaki megisza, például, hogyha valakinek kiömlik a szekrény mögött a higony, és nem látja, meg fog halni egy pár hónap múlva az ember. Mert ez a gőze, igen, az nagyon mérgező. De jogik, ők tudnak ilyen mindenféle trükköket, misztikus dolgokat, hogy mikor ők meg is esznek a higgant, és ebből majd, ami kijön, az arany lesz. Nem az aranyért kijön, hanem normális arany. Az is ér lesz, csak az arany igazi a higgonyból. És ez a kószalám, mikor tudod, hogy a méregből csinálsz egy hasznos dolgot. Ugyanúgy itt is ebben a világban méreg a cselekvés, meg karmát csinál. De a bhakti jóga az egy trükk, ez a kausalam, hogy ugyanúgy tudsz csinálni, és akkor nincsen. És amint Srila Prabhupád ki 66-ban, amikor még csak jöttek hippik hozzá leckére, amikor, hát most nemrég érkezett Srila Prabhupád, Amerikából, egy 2-3 hete, 3-4 hete ezelőtt volt ünnep, hogy 66-ban megérkezett. Shiva Rama Maharaj nagyon sokat mesélt egy leckén Srila Prabhupádról. És akkor, mikor ő először elment már New Yorkba, mert először nem is New Yorkba volt, de mikor már átment New Yorkba, akkor ugye ment a parkba, a Tom King Square parkba énekelni, kis karatállal, ami Ganga Prasad ezzel játszik, ott van. Akkor jöttek a hippik, tudod, ők is ilyenek, kis füvecskék, és akkor de mivel tiszta bakta énekel Srila Prabhupát, az tisztította a szívüket, és akkor elkezdték járni hozzájuk leckékre. Akkor mindig hívta, gyertek a leckére. És akkor így jöttek a leckére, hát az első meséltek, akik ott voltak, hogy hogyan nézett ki ez a lecke. Amikor Srila Prabhupád ül, és akkor bejöttek a hippik, lazák, tudjátok. Ül tiszta baktak, Isten képviselő előttük, és akkor alázatosan ült, akkor ők ott valaki fekszik, valaki részegen jött, valaki még valahogy. Hát van, hogy le van kirtán, lehet látni, hogy 66-ban felvették, és Srila Prabhupád nem volt ott, és akkor bakták énekelnek. Az nagyon vicces, hogy zaj az egész. De működött akkor is, mivel szándékok volt jó. És akkor így ültek Srila Prabhupád. Volt olyan, amikor valaki beszaladt egyszer a leckére, és akkor hozta a vécipapírt, és elment. És Prabhupád mondta, na elkezdődött a lelki élete.
hozta nekünk vécépapírt. Akkor volt egy valaki, aki ott feküdt valahol részek az utcán, és Prabhupát mondta, hozzátok be. Tehát alszik részek teljesen, nem baj, lélek hallja, mit mondom, csak üljön, csak legyen itt. És akkor behozták, befektetni, és Prabhupát tartotta a leckét. Na ez a kegy Srila Prabhupától, mert ő tudta, hogy a bhakti yoga az lehetetlenből, és a hippik ez lehetetlenek már. Ők már egy szempontból nem bírták már élni úgy, ahogy él a világ, ezért hippik lették, ez egy ilyen kifejezés, hogy nem értenek együtt. De ők is bementek egy ritmusába, ebbe a szabad life, free life, vagy nem tudom, hogy mondták ők, a hangulatába, hogy az is marihuána, meg minden, ott is be tudsz akadni, de Srila Prabhupát kihozta őket. Tartotta nekik előadást, és akkor csak hallgatták, és mit mondta nekik? Mondta, nem kell semmi nagyon változtatni az életbe, hagyjátok abba a bűnös tetteket, de a lényeg, hogy adjátok az élethez Krisnát. És minden megváltozik. Mert amikor életben van Krisna, ez mit jelent, hogy Krisnát adjál az élethez? Hogy Krisnáért cselekedj. Mint itt mondja ez a vers. Yagyarta karma nanyatra. Krisna elégedettségért cselekszel, akkor már nincs karma. Srila Prabhupád mondja, úgyis mész vásárolni piacra az zöldséget. Hát akkor vásároljál azzal a meditációval, hogy Krisnának vásárolod. Úgyis főzöl, de akkor főzi Krisnának. Szeretsz otthon a virágot, de akkor legyen szép oltár, és ott legyen tele virággal, akkor hozzá virágot Krisnának. Itt van. Majd jött a Tamás, első dolog, így jött az oltára, mindjárt itt a nézőknek, nem tudom mennyire be fog jönni így az oltár, de kicsit zoomolunk rá, így né, ott van az oltár, a Murti így nem látszódnak, de ott van virágot, hozta, te hozta a virágot? Nem, Misi, a Tamás. Azt mondtam, hogy Misi rád? Tamás? Jó, oké. És akkor szereti virágot, és csinálta. Ó, igen, mit szeret még csinálni Tamás? Azt a festmény láttátok? Ez hihetetlen. Én sosem mondanék, hogy ez Tamás festette. Most se hiszek el, de... De hát nincs más nekem érvem, hogy ki más festhetett volna. Nem tudom rájönni, de elfogadjam, hogy ezt Tamás festette. Ez milyen szép. Hogyha te, a te énekelni akarsz, jó, akkor ne énekelj, hogy az a szép, akinek a szemekék, hanem énekelj Hare Krishnát. És akkor már is minden rendben lesz. Akkor eszünk, akkor jagyas és nasin eszünk, temmucsát és szarra képviselj. Ugye, hogyha valaki eszik ételt csak úgy, akkor ez karma. De hogyha te felajánlottál Krisnának, akkor minden bűntől felszabadulsz. És a Srila Prabhupád magyarázza, van egy vers, amit ő idézi magyarázatba, hogyha ember kezd enni praszádamot, mi történik? És mondja, itt nagyon szépen sorol, megy így sorba. Amikor valaki eszik praszádamot, az tisztítja a létét. Amikor tisztában a létet, akkor tisztul a tudatot. Tudat, ez a praszádámtól, a tudatnál kitisztul, tiszta tudatban lesz tiszta intelligenciát. És tiszta intelligenciában erősödik a memória. És amikor tiszta intelligenciát lett, és memória és erős, akkor képes leszel emlékezni Krisnára, és felfogni Krisnát. Annyira fontos a praszádam, hogy felajánlat legyen az étel, amit eszünk. Azért Prabhupád mondta, ez a mi fegyverünk, titkos fegyverünk. Volt olyan egyik templomban, a templomnak a kiáratnál, volt mindig, Prabhupád mondta, legyen mindig ilyen hordó, és tele van édességgel, gulab jamun ez a neve, az egy ilyen kis golyocskák, egy cukorszirupban nagyon ilyen finom,
És mondta, hogy legyen mindig a bejáratnál, amikor valaki már mondja, elegem van nekem Krisna tudatból, indul haza, akkor ott fog egyet eszi, és meg nem fog elmenni. És meséltek sokszor, mentek, kész, elegem van, megyek vissza, a karma, a lények. És megy, aztán ott van az a kis gulap, na jó, akkor egyet eszi. Hát, hogy elmegyek, ilyet finoman nem fogok enni. És akkor így maradtak. Már csak ezért. Szóval ez a bhakti jogának a trükkje, hogyha mi ezt így követjük. De gondoltam, hogy ti is mondjátok, ti mit gondoljátok, miért bhakti joga csodálatos? Akinek van valami élmény róla, benyomása? Csak nekem van? Misi? Ez, én nekem könnyebb, mint a többi jogák. Uh-huh. Nekem valahogy ilyen egyszerűbb az egész valahogy. Így. Uh-huh. Tehát nehéz, ez is egyszerre könnyű is, meg nehéz is. A többi jogánál meg olyan jó, itt is kell időt fordítani rá, de ott ezek a hatha jogánál is ezek a torna gyakorlatok, meg ezek a nem tudom mit, meg karma jogánál is mennyit kell cselekedni, meg menni, dolgozni, hogy keressen az ember pénzt, aztán adományozzon, meg akármi, mennyi fáradtság, meg mi minden, nagyon nehéz, és meg időigényes, meg tehát annak is van némi értelme, meg de a hatékonysága, én úgy gondolom, hogy nem olyan, mondjuk jó odadás is, nehéz, hogy az ember odadás is olyan minőségben csinálja, de meg nem is mindig sikerül, sőt, mindig elbukik az ember, meg annyi hibát követel, tudva vagy tudatlanul is, meg minden, de én nekem ez annyira praktikus, hogy én már többi jogával már, nem az, hogy nem akarok foglalkozni, de csak ilyen másodlagos dologgá sanyarodott az egész, tehát... Uh-huh. Jó. Még valakinek? Igen. Hát úgy nem csak a bhakti joga, hanem mondjuk Krisna tudat általában az ember értheti a dolgokat, meg lehet az ember életének értelme. Nem tudom ki, hogy van vele. Én úgy csak értem, hogy az elején említetted, hogy úgy mikor a karma, nem volt úgy különösebben nagy nehézségem, iskola, munkahely, szóval mondjuk minden jól ment, de nem voltam boldog. És az, hogy nem vagyok boldog, az csak akkor ismertem fel, amikor találkoztam a bhakti jogával, tehát hogy még csak nem is tudtam, hogy nem vagyok boldog. Úgy nem volt jó, de rossz sem, de az egésznek nem volt semmi. Nagyon jó. Igen, ez egy legfontosabb dolog, hogy értelmet kapunk az életünkben. Igen. Ugyanaz nekem is volt, hogy volt, mikor érveztem, most olyan jó minden, és akkor voltam legboldogtalanabb, mert mi az értelme az egésznek? Még gyerekkoromban, még óvodában emlékszem, csak így látom anyukámat. Munka otthon. De otthon ez mit jelent? A konyha. Nem? Anyukám vagy takarít, vagy főz. Vagy dolgozik. Vagy takarít, vagy főz, vagy dolgozik. Mondom, hát én nem akarok így leélni az életet. Minek? Utána csak az sikeresen meghalljak? Ennyi? Kész. Annyira gáz volt, hogy így semmi értelme. És amikor régen van Krisna tudat, akkor van értelem. Igen. Már ez egy jó hír. Igen. Jó? Még valakinek? Nekem még az eszembe jutott, hogyha csak az, ami a szentírásban így le van írva ezzel a dologgal kapcsolatban, már század része igaz, mert akkor nyerekbe érezheti az ember magát. Tehát
tényleg egyáltalán nem érzem túlzásnak azokat a kifejezéseket is, amiket sokszor Prabhupád is mond így dolgokkal kapcsolatban. Tehát, és a többi jogánál is például szóval, hogy elmét üresíts ki, meg stb. Stb. Tehát nem bírod, mert tényleg, ahogy beszéltél róla, a léleknek más a természete, az egy aktív principium, nem pedig egy ilyen passzív, mert szóval a társaságban vagyunk a lelki világban Istennel igazából, hogyha személyes formájában hiszünk benne. Egy ilyen személytelen dologba, meg egy ilyen kómába kerülünk, vagy nem is tudom, ahogy így olvastam a Szentírásba, hogy az is csak egy ideiglenes állapot, ilyen köztes valami. Uh-huh. Jó. Hát nekem a bhakti jóga az nagyon sok kérdésembe válaszkodott, és gyakorlatilag megtudtam azt, hogy kik vagyunk, ki vagyok, mi a dolgom ebbe a világba, de ez csak egy része az egésznek, hanem hogy tudok eljutni és kiszabadulni innen, mi a vége, milyen lehetőség van arra, és mi az útja ennek, hogy visszakerüljük Krisnához, Bhagavanhoz. Tehát ez gyakorlatilag egy teljes tudás, és ami ennek az útnak a járása, ez maga az, ami kiegyensúlyozottá, boldoggá teszi az ember életét, ha már ezt a lehetőséget megkapjuk. És mi tudjuk, bármit teszünk, az nem vész el. Ha el is bukunk, akkor is megmarad a következő életünkre, életünk, kinek volt siker. Nagyon jó. Más. Jó, nem erőltetjünk. Akkor hát érintettél egy egészség. Hát, hogyha valaki jó követi, persze nem most nekünk, inkább úgy mondjuk, hogy biológiai szerint, a testünk felépítése és a természetünk szerint, hogyha valaki követi Krisna tudat gyakorlatot helyesen, az a legegészségesebb életmód a testnek. Most fogok majd tartani a bhakti, nem nektek, Szegeden. Szegeden fogunk pont erről beszélni, a ritmusról, hogy miért mondjuk a korai kelés, ez a ritmus, a szervezetnek a működéséről fogunk beszélni. Pont ott lesz ez a részletezve ez, hogyha valaki, mert mit jelent, hogy bhakti yoga, Krishna tudat? Ez azt jelenti, hogy ahogy mondtam, hogy ennek az anyagi világnak, a karma világnak van egy vibrációja, és akkor ezzel szinkronba megyünk. Ez ettől esik szét mindenünk. A tudatunk szétesik, buddhibeddha, ez azt jelenti, szét van hasítva a tudatunk, vagy avyavaszaját, mikor a buddhi, ennyi sok szó van erről, amikor zavart, vagy manda sumanda, matajo, zavarodott lelkek. Ez a ritmus, amit követjünk, ezt eredményez. De bhakti yoga, vagy Krishna tudat, ez az élet, mikor mi Krishnával, Krishna ritmusával szinkronizáljuk magunkat. És az pedig harmóniát, egyensúlyt, egészséget, jólétet, gazdagságot, ebből mindenki folyik. Ez a trükk. Nincs más megoldás. Itt próbálkoznak mindenféle dolgokat emberek, de azok ilyen nem fenntartható. Még hogyha el is érnek valamit az életbe, ez nem fenntartható. De a bhakti yoga Krishna tudat, ez minden terület, amit érint minket, gazdagságilag kezdjünk ezzel. Minden fenntartható. Ott nem úgy, hogy ma mindjárt lesz, úgy mondják, krízis, válság.
itt most nem tudjuk, mikor már lesz következő válság, default, akkor volt ilyen válság, olyan válság. Ez azért, mert mi nem azzal a ritmussal élünk. De hogyha Krishna tudattal, akkor az azért nem buddhibeda, nem a széthasított tudat lesz, hanem Krishna tudat, egy. Vyavasayat, mint a buddhi, ez azt jelenti, egyben van a tudat. Akkor egészséges a tudat, nincsenek pszichikai traumák, a test egészséges, akkor a gazdaságilag, körülmények, meg a természet is rögtön megváltozik. A időjárás. Mert 5000 év ezelőtt éjszaka esett az eső, nappal sütött a nap. Most, mivel mi össze-vissza csináljunk, akkor reagál a természet. Ez nem csak úgy, hogy mindenki magának van természet. Ott külön nincs kapcsolat semmivel. Nem, minden össze van kapcsolatban. Igen. Jó. Gondoltam, hogy elmondom egy történetet még, ami beszél a Bhagavad Gita-nak, tehát egy első fejezetről, lehet, hogy ti már tudjátok, hallottátok. Bhagavad Gita, ez a Gita Mahatmya, ez azt jelenti dicsőség. Van egy könyv, ami dicsőti a Bhagavad Gita-t, hogy ez mennyire csodálatos, különleges, rendkívüli különleges könyv. És minden fejezet hatással van egy ember tudatjára. És akkor vannak történetek. És az első fejezet azon kezdődik, úgy tudom, hogy ez Padma Purana-nak egy része. Padma Purana, ez a Purana történet, történelem, és Padma a lótusz jelenti. De hogy Padma Purana, ez a Úr Sivá-ról szóló történelem. De mivel Úr Sivá kiváló bakta, legnagyobb Krisnás a világban, ezért ez az írás az jó, ez a Padma Purana. És akkor ott arról van szó, hogy Úr Visnu, Krisnának kiterjedése, Úr Visnu, egy ilyen meditációban volt, és amikor bejött a Lakshmi Devi, ugye az ő öröki felesége, társa, akkor látta, mintha szomorú lenne az Úr Visnu. És mondja, ó, kérdés uram, miért olyan szomorú vagy? Azt mondja, nem vagyok szomorú. Én, ugye ők lelki világban vannak. Ezt mondja Úr Visnu, én most figyelek, hogy hogyan, milyen csodálatosan működik az én anyagi energiám. Ó, igen, a te anyagi energiát valójában csodálatos. Igen, az én energiám, akik ott laknak a anyagi világban, én most megfigyelek, mindenkit illúzióba tartja. Úgy, hogy ember nem is tud róla. Az a legjobb illúzió, amikor azt gondolod, hogy nem vagyok illúzióban. Na, ez már nagy illúzió. És akkor mondja, és senki nem tud legyőzni. Mindenki próbál nagy gurut magából építeni, mutatni, hogy én ilyen, én minden, én tudok, én, mind karma, tisztítás. Az a legviccesebb, amikor így mesélnek nekem is, hogy tegnap voltam karmatisztításon, mit csináltatok? Mit tudom, krupit pucoltam, vagy mit tudom én. Mi a kapcsolat a karmatisztításon, vagy valami más, szóval valami ilyen vicces dolgok karmatisztításról, nem tudom. Nem emlékszem már ma, hogy lett volna értelme, megjegyeztem volna. És akkor mondja, hát így. Szóval nem, emberek így néha gondolnak, hogy valamit tisztítsák, de nem tudnak.
És azt mondja, azért, mert végtelen nagy. Az illuzorikus anyagi energián végtelen nagy, hatalmas nagy. És azon kívül van kivétel, hogy valaki minden nap olvassa a Bhagavad Gita-t, vagy legalább a Bhagavad Gita-nak egy fejezetet, vagy az első fejezetet, az már meg fog szabadulni. Mint hogyha legalább egy verset olvassa minden nap első fejezetből, az is fel fog szabadulni, legyőzél ezt a végtelen nagy, hatalmas anyagi energiát. Hó, Lakshmi Devi elkezdte csodálkozni, azt mondja, hogy lehet? Hát, hogy a te anyagi energia hatalmas, végtelen nagy. A Bhagavad Gita kis könyv. Hogy lehet ennek a kis könyvnek kis valami fejezetet olvasol, és legyőzöl ezt a nagyot? És akkor Úr Vishnu mondja, hát ez megtörténhet, úgy, ahogy ez megtörtént a Brahmana Sushrámával. Ó, na, akkor nagy intriga volt, akkor a Lakshmi Devi kérdezi, Sushrama Brahmana, ki az? Mi történt vele? Hát ő első fejezetet hallotta, és legyőzte, felszabadult, legyőzte az anyagi energiát. Ez a karmasza kósalam, ez a trükk. És akkor mondja, akkor meséld el nekem, hogy mi történt vele ezzel a brámanával. És akkor meséli, hogy Sushrama brámana, ő mikor fiatal volt, de utána, amikor már érett kort érte el, akkor eltért egy prostituáltal, ugyanaz, mint a Adjamil, igen. Eltért egy prostituáltat, találta, és akkor végül elmerült minden bűnbe. Ivott a bort, akkor utána jött a család, fenntartani kellett, akkor lopott. Szóval minden bűnt követte el, amit csak lehet, és végül meghalt. Mikor meghalt, azért és állati életet élt, az állati testbe kellett kerülni. De mivel brámana volt, ezért a bika testet kapott. Mert a bika, vagy a tehén, ez kedvező, hogy valaki ebbe a testbe. Akkor ő azt jelenti, hogy következő lehet ember. Ez egy kedvező testbe került. De utána a bikából csinálták egy ökröt, és dolgoztatták, és a gazdája azt nagyon kegyetlen volt, nagyon sokat terhelte azt a bikát, vagy a ökröt, úgy dolgozott, mint egy ökör. És rakta rá súlyokat, és minden. Egyik alkalommal annyira túl volt terhelve, hogy már nem bírta, és összeesett, és haldoklott. És mikor haldoklott, akkor látták az emberek, hogy haldoklik a bika, és Indiában az volt a szokás, amikor látják, hogy már nem lehet segíteni, biztos meghal, akkor zárdásokat adnak. És akkor először összejött nagy tömeg, és utána valaki megsajnálta nagyon a bikát, és kiáltotta a tömegből, én ma reggel, amikor felkeltem, csináltam egy tűzáldozatot, és ennek a tűzáldozatnak a jó eredményét ajánlom ennek a bikának. Ugye lehet áldásokat átadni. Például valaki mondja, én most mondom Hare Krishna mantrát, egy kört, és ennek az eredményét átadom annak és annak személynek. Ez működik. Nem javasolok, először adjuk nekünk, magunkat először mentsünk meg, plusz kört lehet. Saját köröket ne adjunk. Majd mikor mi leszünk Srila Prabhupád, tiszta bakták, akkor már más lesz. De most nekünk kell magunkat menteni, pluszba lehet. És akkor mondta, akkor a másik ember mondja, ó, szóval mindenki hallották, hogy jön az áldásadás, akkor lelkes lett a tömeg, akkor másik mondja, ó, én ma a Purusa Szuktát jó tudatba keltem, tiszta tudatba, és az énekeltem Purusa Szuktát, ennek az áldását adok neki. Utána valaki
mondta, hát én ma reggel keltem, és tiszta tudatban kimondtam, hogy rám, akkor ez. Szóval elkezdtek mindenki adni az áldásokat. A tömegbe közben kicsit belassult, mellette sétálva, de ott megállt, nézte kíváncsiságban, mi van, egy prostituált. És akkor itt nézte, látja, haldoklik a bika, akkor emberek adnak az áldásokat, és lelkes lett, gondolta, hát én is adnék valami áldást ennek az ökörnek. Na, akkor adok valamit, amit valaha valami jó csináltam. És akkor nem jött eszébe, hogy ő csinálta valami jót, egy prostituált. És akkor gondolta, hát valamit csak adjak, az én úgy elmegyek, nem adtam, hogy áldás. És akkor azt mondta, ha valamikor, pont most nem emlékszem mikor és mi, de hogyha csináltam valami jót, annak az eredményét átadom a bikának. És tovább sétált. Hát ilyen nagy áldások hullámába sikeresen meghat a ökör. Yamaradzs elé került. És akkor Yamaradzs mond, jó, képzeld el, most ez a halál, ez nagyon tényleg sikeres volt, most majd kellett menni, még a bikai után is kellett menned még egy kicsit szenvedni a pokolban minden jobbra meg balra, de most minden bűnt törölve van, emberi testet fogsz kapni. Ó, igen, ezek az emberek, akik adták összes sok-sok áldást, ez segített az én karmámon? Azt mondja, ne azt higgy. Te olyan bűnös voltál, hogy ezeknek még ezerszeresen ennyi ember adta volna neked az áldást, de az nem volt volna elég, hogy megmentsenek téged a pokolból, mert annyi nem tudtál túlsúlyozni a bűneit. De akkor hogy törölve van, mert nem értem, ez ellentmondás. Hát úgy, hogy ott volt egy prostituált. És ő adta az áldását, na az minden felől volt. Azt neked minden karmát törölte. És most mehetsz. És akkor így visszament, újra született egy tisztességes brámana családba, és brámanaként született, és emlékezett a Yamaradzs találkozóra. Én még emlékezett az előző életére, amikor valakit, miért nem emlékszünk az előző életünkről? Nagyon sokszor a rossz karma miatt. Akik tiszták, azok tudnak emlékezni. És ő emlékezett az előző életről, emlékezett a prostituáltól, aki ott volt, minden emberekre, akik ott adta az áldását, és a Yamaradzs beszélgetésről. Végül, mikor felnőtt lett, akkor elment megkeresni, mert nagyon kíváncsi volt, hogy mit csinálta, olyan tett, milyen tettet végrehajtotta, mi az a karmasza kósala, mi a trükköt csinálta az életében prostituált, hogy az ő áldása elég volt, hogy minden bűnömnek vége. És eljött, megtalálta őt. Bekopogott, hogy már ilyen öreg asszony volt, nagyon öreg, és akkor mondta, én vagyok, hát egyszer valamikor, nem tudom hány évvel ezelőtt, sétáltál ott és ott, és volt egy ökör, aki haldoklott. Igen, volt valami homályos, de valami volt, igen, emlékszem. Na igen, akkor mikor ott voltál, képzeld el, mikor adtál az áldásodat, mindenki adta az áldásodat, de Yamaradzs mondta nekem, hogy a te áldásod miatt én törőve volt az egész rossz karmám. Mit csináltál? Milyen lelki tetted? És akkor mondja, én nem tudom. De van egy érdekesség, azt mondja. Gyere be, és akkor behívta a házába, és a házában volt egy papagáj. És a papagáj énekelte egyfajtából a Bhagavad Gita-nak az első fejezetét. Dharma kshetre, Kuru kshetre, Sama Veta Yutsava, Mama Kapanda Vachava, Kima Kuruza Sanjaya. És akkor mondja, hát itt van a papagáj, én nem tudom semmi, én csak így, ő énekel. És akkor, de ez a papagáj is tud valamit nekünk mondani. És akkor odajött, adta neki egy kis granátalmát, megsimogatta, megkérte, és a papagáj elkezdte mesélni. Azt mondta, hát előző életemben én brámana voltam. Ő is volt egy brámana. De én nagyon büszke voltam, én nagyon tanult voltam, de nagyon büszke voltam,
és mindenkit gunyoltam, és csak így lenéztem, végül meghaltam ilyen büszkeséggel. Büntetésbe, papagáj testbe kerültem, születtem tojásból, és hát és akkor az volt a karmam, hogy a fészekből kiestem egyszer csak. Kiestem a fészekből, a forró homokra, és ott pirított föntről a nap, alulról a homok. Haldoklottam. Aztán jött egy tisztességes brámana, és akkor látta, hogy kis papagáj haldoklék, akkor felvette, megsajnálta, hazavitte, ki meggyógyította, kiápolta, és akkor ott maradtam életben, kalitkában náluk. Ennek a brámanának voltak fiai. A fiai járták gurukulába tanulni, ugye gurukulá, ez a iskola. És ők tanulták akkor a Bhagavad Gita-t. És tanulták első fejezetet, és mindig hazajöttek, és ott ismételték az első fejezetet. Dharma kshetra, kuru kshetra, samaveta, yutsava, mamaka, pandava, cseva, kima, kurva, tatanjaya. Hát nem tudom mi az, de hát én papagáj vagyok, megtanultam én is. Aztán utána engem, amikor megtanultam a Bhagavad Gita-nak az első fejezetet, akkor engem egy tolva ellopta. Ellopta a tolva, kivitte a piacra eladni, és ez a tisztességes hölgy engem megvette. És akkor most azóta én itt vagyok, és énekelek a Bhagavad Gita-nak az első fejezetét. És akkor ezt a történetet folytatja az Úr Vishnu, a saját feleségének, Lakshmi Devinek, mondja neki. Igen, és így az, hogy a Bhagavad Gita első fejezetét állandóan ismételte napról napra papagáj, akkor megtisztult, és tudta minden visszaemlékezni, minden karmától megszabadult ő, a prostituált, aki egész életében hallott a papagájnak, a Bhagavad Gita-nak a vibrációját, megtisztult minden karmától, teljesen felszabadult, de szent lett belőle, és még amikor megadta az áldást a haldokló ökörnek, meg ő is megtisztult. Meséli az Úr Vishnu, hogy a Bhagavad Gita olyan csodálatos, hogyha valaki közvetve is valahogy találkozik, még az áldását megkapja attól, aki hallotta, legalább első fejezetet, vagy legalább egy verset első fejezetből, vagy olvassa valaki minden nap, az minden karmától felszabadul, és ezért csodálatos a bhakti jóga. Így a Susrama Brahmana elérte a lelki szintet. Hm? Valamennyit biztos, biztos, igen. Ezért jó, hogy olvasunk Srila Prabhupád szavakat, az, igen, az hatalmas ereje van. Pontosan, hogy meddig tisztul meg, mi nem fogunk tudni, de az, hogy ő kap lehetőséget következő életben folytatni és baktákkal találkozni, az biztos. Van, amikor valaki lelki világba megy, de így, hogyha őszintve mondva nem fog menni. Maharaj. Beszéltem erről Maharajjal, és valamikor azt mondja, hogy hát valamikor valakik kérdeznek, és akkor látom, hogy nem igazságot akar hallani, akkor mondom, igen, igen, jobb, jobb, igen. De mikor valaki készen van, hogy halljon igazságot, hogy hova megy, akkor én meg tudod mondani. De a lelki világban azért nem, mert kell lelki tanítómester, avatás. Még ott is kell egy pár feltétel. De biztos, hogy törővel lesz a karma, a Srila Prabhupád könyvét hallja, baktáknak a bhajanját, és emberi születés, hogy normálisan gyakoroljon bhakti jogát. Ezt a lehetőséget ez kap. Igen. Más?
Tehát akkor lelki világba csak avatással lehet bekerülni, mert úgy tartozunk Krisna családjához, hogyha akkor igen. Nevet meg mindent kell kapni, meg feltételeknek mindenbe meg kell felelni. Igen, mert ez is, tudod, Krisna teszteli minket is, hogy ha akarsz, hogy én téged elfogadjak, Krisna mondja, akkor fogad el a rendszeremet. Én létrehoztam ezt a rendszert, a lelki tanítomást, hiteles lelki tanítomást, de nem csak úgy, hogy bárki most a balkonon kírja, gyertek, én vagyok a lelki tanítomester, a szólóknak a megmentője, szólók hozzátok. Az nem, hanem hiteles lelki tanítomester, és valaki mondja, akkor Krisna mondja, hogy te nem fogadod el az én rendszeremet, akkor én miért akarsz, hogy elfogadjam téged? Mert ez kölcsönös kell, hogy legyen. Igen. És lelki tanítomester kell, hogy ajánljon. Meg ott is, mint a Adjamillal kapcsolatban, az ő nem ment lelki világba, akár jött, mondta, tisztán kimondta a Narayan, a fiának a nevét, ugyanakkor ott voltak a Visnuduták, lelki világból jöttek érte, társult velük ott, mert látta őket és hallatta, de még mindig nem ment lelki világba, mert még mindig a tudatot fel kell fejleszteni erre. Srila Sivaramaharás idézve az előző szenteket, acsárjákat, mondja, van indokolatlan kegy, amikor valaki indokolatlan kegyéből csak hopsz, megkapja azt a kegyet és lelki világba visszamegy. De mi nem gondoljunk magunkról, hogy mi abba a kategóriába tartozunk, jobb, biztonságosabb. De ez már idők alatt, ez is már nagy áldás, hogyha mi legalább következő életben folytatjunk. Találkozni baktákkal, keresni azt az utat, és fogunk folytatni. Ez már így jó dolog. Igen? Az, hogy más, már, más, igen. Hiába akar más engem oda toloncolni, ha én nem a szívem. Így van, nem akar. Így van, igen. Tehát akkor az indokolatlan kegy. Indokolatlan kegybe, ott a vágy is változik, mert a vágy az is egy karma, ott már az, ott minden, ott már kapsz egy csomagot. De ez annyira ritka, mint hogy én most kiúrok innen és életben maradnék. Ez nagyon ritka, nem? 9. emeletről életben maradni. Lehet, nem... Életben maradni, az nem büntetés. Igen. Igen. Kérdezhetek? Igen. Ez az indokolatlan kegy, hogy nekem is, amikor édesapám annak idején ugye eltávozott, talán még emlékszel, hogy pazsanoztam innen, és az utolsó évében, hát tudni kell róla, hogy ő ugye katona volt, és hogy megszokta ezt a kemény életet, utolsó nyáron ő olvasgatta a Bhagavatamot, és elkezdte olvasni a Bhagavad Gita-t, és a 4.-5. fejezetig ő kijegyzetelte magának egy füzetbe a lényeget, az mai napig megvan. És történt egy nagyon érdekes dolog, hogy egyszer csak jött hozzám, és kérdezte, hogy hol van az a nagy sárga könyv. És nem tudtam, hogy miről beszél. Nagy sárga könyvet kereste, és soha a Chaitanya Charitamritát kereste, de úgy, hogy ő azt még soha nem látta. Most nekem úgy volt benne a szobámban, hogy polcon, hogy ő azzal nem nagyon találkozott, vagyis hát nem foglalkozott vele. És rájöttem, hogy mit keres, és oda vittem neki, és mondta, hogy igen, ezt keresem. Ezt kerestem. És oda kellett neki adni, mert jó a Bhagavatamot vagy a Gítát olvasgatta, egy-egy történetet, az rendben van. Oda kellett neki adni a Chaitanya Charitamritát, és ő utána napokig azzal el volt, nézegette, olvasgatta, és egy hét után mondta nekem, hogy hát ez annyira magas filozófia, hogy ehhez azért egy élet kellene, hogy ezt megérteni, de azért olvasgatott belőle. És ez az utolsó nyarán történt. Tehát ez tényleg egy indokolatlan kegy volt, hogy ez így a felső világban. Ez így megváltozott. Igen, nagyon nagyot változott, de szóval egy döbbenetes volt ezt így látni. Tehát működik, és van ilyen.
Igen. Igen. Jó. A szent névnek a, hogy mondjam, a Krisnával azonossága, mikor mondtad a lecke elején, hogy elkezdtünk énekelni, meg minden, hogy milyen hatalmas, meg milyen dicsőséges, hogy nem tudom, hogy azt tudjátok-e, szerencsém van olyan szempontból, hogy én a főiskolai jegyzet formájában hozzájutottam a 12-es Bhagavatamhoz is, és a legutolsó első Srimad Bhagavatamba pont avval zár, hogy ez a legfontosabb dolog a világon, hogy az Úr szent neve, tehát ezzel zár a Bhagavatam, ebben, hogy a szent névnek a dicsősége a legfontosabb a világon, nincsennél nagyobb dolog, aki ezt megkapja, ennek a kegyét, meg hogy ezt kell énekelni, és akkor ez mindent beteljesít, ami nem tudom szóról szóra visszaidézni, ilyen verstanulásban nagyon gyenge vagyok, de a legutolsó vers erről szól, a 12-es Bhagavatam ebben zárul, az egész Bhagavatam ebben zárul, hogy ez a világ legfontosabb dolga. Tehát nincsennél fontosabb. Hát a 12-es. Igen. Hát itt van, nem kell messze menni. Jaj, az Gita-ban. Bhagavad Gita-ban a utolsó vers. Hát igazából a védikus írásoknak van egy ilyen formátum, a törvény, hogy az első vers és az utolsó vers ugyanarról szól. És akkor nézzük meg. Akkor nézzünk az első verset, ki tudja? Már ma kétszer el is mondtam. Nem karmakshatra. Dharma. Dharma. Karmakshatra. Dharmakshatra. Kurukshatra. Samaveta Yutsava. Mamaka Pandavaschaiva. Kima Kurvata. Sanjay. Hát azért egy 100 éves baktáknak legalább ezt az egy verset 20 évvel, 30 év alatt, hogyha naponta fél szót fogtok megtanulni, akkor 20 év alatt csak meg lehet tanulni. Ez? Igen. Zsolték nektek csütörtökre. Akkor, igen, meg benne vannak a Bhakti Yoga csoportban, tartunk minden héten tartunk egy ilyen kis képzés, Bhakta programot, és akkor ők benne vannak. Egyszer tartottál is erről pedig egy lecsét. Igen. Akkor elmondom, az első mit jelent. Dharmakshetre, Kurukshetre, Samaveta, Yutsava, Mamakakant, Pandavasvekimat, Kurata, Sanjaya. Lehet, hogy, hát jó, felolvasom először a Srila Prabhupádnak a csodálatos fordítást. A Dhritarashtra óvacsához kezdődik. Dhritarashtra szólt, O Sanjaya, mit tették fiaim és a Pandu fiai, miután harcra vágyva összegyűltek a kurukshetrai zarándok helyen. Igen, itt zarándok helynek mondják, Kurukshetra. Srila Prabhupád rögtön magyarázatban mondja, hogy ebből versből már lehet látni, mi a vége. Azt mondja, miért? Hát nézzétek ezt a kifinomult, védikus tudat, hogy ebből a versből már annyi sokat le lehet szedni. Például, kezdjünk az első, én ugye Srila Prabhupád írja még a bevezetésbe, hogy Bhagavad Gita tökéletes írás. Ez tökéletes írás, ez apaurusája a kategória. Púrus. Apaurusája, ez azt jelenti, hogy nem ember által létrejött könyv, hanem Bhagavad, Isten, Gita, szavai, éneke, Isten. Ez az, és mikor így gondoltam, hogy ez a könyv tökéletes, és Prabhupád írja, hogy annyira tökéletes, hanem hogy már az első versből már lehet tudni, mi lesz. Itt a Kurukshetra, ott vannak a démonok, ott vannak a bakták, mi fog történni, és akkor magyarázza, hogy mivel ez a Kurukshetra, a Dharmakshetra, ez egy ilyen szent hely, zarándok hely, akkor a zarándok hely fog mindig
segíteni a baktáknak, hogy ők győzzenek, és elviszi az erőt és az áldást a démonoktól. És akkor mondja, akkor ez a mező, Srila Prabhupád mondja, akkor hogy a mező, akkor a mező, a rizsmezőn ott mi történik? Ott mindig jön egy kertész, és akkor kigazolja a haszontalan növényeket, és csak a hasznos növények lesznek. És azt mondja, itt is, mert ez a dharmakshetra, ez már arról szól, hogy a bakták, akik itt ezen a mezőn harcolnak, ők hasznosak, és a gazok, gazemberek, az mind meg fog halni. Szóval ennyi sok minden, igen, gazolás lesz, gazember. És akkor így Srila Prabhupád így kezd kinyitni nekünk az első verset, hogy mennyire tökéletes. Aztán én gondoltam, hát ha már tökéletes, akkor lehetnek egy kicsit bátrabb, hogyha már tökéletes, és már első vers, akkor miért nem le az első szó? Gondoltam, hogyha tökéletes a Bhagavad Gita, akkor már első szóból kell tudni mindent. És akkor megkerestem, mit jelent Dhritarashtra. Ugye ez a királynak a neve. A démon fiúknak a apja. Na gondolom, jó bátor vagyok, ezzel múlik a hitem, hogyha most nem találok bizonyítékok, hogy tökéletes, akkor hogy fogok hinni Krishna tudatban, de nem baj, merni kell. És kitalált, és mit olvastam? A Dhritarashtra, Dhritarashtra, van több jelentőség a szónak. Drita, kapaszkodni, aki kapaszkodik a királyságban. Ez már a névből lehet látni a király. Dhritarashtra azt jelenti, aki fenntartja a királyságot, ez is király. De Dhritarashtra azt is jelenti, hogy egy kicsit kis, máshogyan kell szétszedni, mivel nem vagyok szanszkritológus, de így vagy úgy kicsit így, hogyha nézünk, nem kell megkicserélni semmit, de azt is jelenti, hogy aki előkészíti katasztrófát az egész dinasztiának. És itt lesz pont erről lesz szó. Szóval ez a Bhagavad Gita tökéletessége, hogy az első szótól már mondja. És akkor, és igen, és Prabhupád mondja, azok, akik itt vannak a csatatéren, ezen a mezőn, a szent helyen, mivel ők Krisnának a baktái, akkor ez a szent hely, ez a Krisnának a szent helye, ezért fog adni nekik a győzelmet és minden sikert. Ez az első vers. Na most ugyanerről kell, hogy beszéljen utolsó vers. Felolvasom nektek. Yatra Yogisvara Krishna, Yatra Partha Jandanurdaraha, Tátra Sír Vijayo Budhir, Butir, Druva Matir, Druva Nitir Matir Mama. Bárhol is legyen Krishna, minden misztika mestere és Arjuna, a legkiválóbb ijász, ott biztos a gazdagság, a győzelem, a rendkívüli erő és az erény, és az erény. Pont. Ez az én véleményem. Szóval itt megint másik pozitív dolog, igen, hogy ott pont, amikor állnak a mezőn, a Krishna ott van az Arjunával. És a csatatér, meg ott van Krishna is. És ezért, hogyha valaki gyakorol bhakti jogát, énekel Hare Krishna mantrát, akkor Krishna mindig vele van, mert ugye elején azt beszéltünk, hogy nem különbözik a név Krishnától. És még kegyesebb, a Krishnának a neve kegyesebb, mint Krishna. Ezért ez a vers, ez nekünk tetoválni lehet. Na nyugodtan ki, ha szeret most olyan divot tetoválni, akkor ezt tetováljunk. Ennek van értelme, hogy ne felejtsünk el. De ide a homlokra tetováljunk, hogy fordítva, amikor tükörben nézünk, akkor lássunk, olvassunk. Csak úgy, máskor úgy nem kell. Miért? Mert ez most még, hát akarjátok csütörtök ezt is. Yatra, ahol azt jelenti, Yogeshvara Krishna,
Jogeshvar. Yoga, Aishvarya, Isvara. Ez azt jelenti, minden misztikumnak az ura, minden jogának a kontroll. Ő jogának az ura, a misztikának az ura. Ezért jobb Krisnát szolgálni, mint bármilyen más jogát gyakorolni. Ahol van ő, jogának az ura, és vagy ahol vannak a bakták, de kiváló bakták, mint itt mondja, Játra, ahol Párta Danurdara, ahol van Párta Arjuna, aki nagy bakta. Azon a helyen, hogyha nekünk a tudatban van, mert mindig kéne Hare Krishna mantra. Például menni kell, és valami nagyon vita lesz, vagy valami. Ne, üljünk le, gyapázunk előtte. Engedjünk be a Krishnát az elmébe, Hare Krishna mantrát. Ott lesz az elmébe. Utána mi lesz? Megyünk a tárgyalásra. Lesz Tatra, ott, ahonnak a tudatban van Krishna, ott. Srir, Vijaya, Butir, gazdagság, akkor a Vijaya, győzelem, Butir, Druva, erő, határozottság, erkölcs, marál, minden lesz. Szóval ez a Bhagavad Gita végén ugyanazt mondja végül, mint az első vers. Oké, okay. Vannak még esetleg, 1 óra, 40 perc. Nem szoktam ilyen terrorista lenni, sokáig beszélni. Nem fáradtok el nagyon? Nem. Jó. Tenorista voltál most. Tenorista? Az nem tudom, ez mi. Szépen dalunk. Aha. Hát ez Krishna, jó. Opera énekeseknek a vezetője. Igen, szóval a bhakti yoga nagyon csodálatos, és nekünk csak ezt kell elfogadjunk, és bátran, határozottan csinálni kell, akkor minden jó lesz, és akkor minden oké lesz. Jó, kommenteket most úgyse tudjunk nézni, kedves nézőink. Van még? Igen, igen. Meg aztán említetted a Krisnavaragyi baktát, akinek a műtétjével egy időben mentek a bhajanok, és annyi ilyen levelet látunk a kegyen, hogy kérik a bakták, hogy imádkozzanak a bakták az adott személyét. Uh-huh. És hogy, tehát, hogy ez, ennek van hatása, ez nem vitás. És akkor ott volt Bhakti Csaru Maharaj esete, amikor ugye ösztönözve voltunk, hogy mindenki imádkozzon, és hát aztán a csalóhalálnak mégis menni kellett, vagy ment, vagy hát nem tudom, hogy fogalmaznak, szóval, hogy működik ez a dolog. Tehát ugye ott van valakinek a karmája, hogy most az a műtét valahogyan sikerüljön, uh-huh. vagy van az a betegség, a koronavírus, és a csalóhalás, tehát annak, tehát hogy előre elvileg megvan a kimenetele a dolognak, de akkor ezekkel a bhajanokkal ezzel lehet változtatni, vagy tehát hogy ez hogy működik, hogy nem fejti ki, vagy nem fejti ki a hatását, vagy mit örökjük, uh-huh. hogy mi a kimenete. Hát van kettő dolog, három. A Bhakti Charu Maharaj tiszta bakta volt. Akkor neki lehet Krisnának egy saját terve volt vele. Akkor ott bármit csináljunk, akkor is a Krishna terve fog történni. Nem mindig, valamikor tud változtatni Krishna is. De a helyesebb, szóval, amikor mi énekeljünk, valaki ért, akkor jobb énekelni, nem, vagy kérni, nem azt, amit mi akarunk, hanem mondani Krisnának, hogy legyen, ahogy te látod ennek a személynek a legjobban, de légy szíves, akkor adjál neki jó tudatot, hogyha neki mennie kell, akkor, mert most hiába kérünk, hogy jaj, gyógyíts meg, maradjon,
Jó, de sokkal jobb, amikor a jó tudatod, a Krishna tudatban lesz. És akkor ez a helyesebb, hogy te tudod most, legyen a te akaratod, ez még Jézus is tanított minket, Krishna, legyen a te akaratod, de imádkozzunk ezért a személyért, mert hogyha úgy látszik, hogy menni kell, jó, akkor ebbe is légy kegyes hozzánk, ő annyit-ennyit csinált, és ő ilyen jó ember volt, és kérem, hogy akkor tisztítsd meg a tudatot, vidd el összes karmát, hogy akkor ő, hogyha megy, akkor emberi testbe, bakták között legyen, akkor ezt kérünk. Hogyha olyanok, mint a tiszta bakták, akkor, mint a Bhakti Charamarács, akkor ő már úgy is tiszta, mivel nem, a mi imánk az egy ilyen tudat visszafele. De nem baj, mert a mi gesztusunk, a mi szándékunk Krishna ezt látja, és az, mi tisztulunk, és nem baj, imádkozzunk egy tiszta baktáért is, nem probléma. Nem neki lesz jó, hanem neki. Az neki, igen, neki úgy is jó, mert ő már megvan, elérte a, igen, a mi imánk többet nem tudnak adni, mint neki van. De nekünk az így jó, hogy mi így gondolkozunk. Szóval ez fontos. Nem feltétlenül, most mind, senki sem fog meghalni, mert mi énekeljünk valakiért. Nem erről van szó, hanem karma. Azért is adjunk az eredményet az éneklésnek, annak a személynek. Azért adunk, hogyha Krishna úgy látja, hogy neki jobb meggyógyulni, és ezt az eredményt erre felhasználja, akkor jó. De hogyha nem kell meggyógyulni, tovább kell menni, de akkor arra használja az eredményt, hogy elmenjen a rossz karma, legyen jó tudatba. Ki? Bhakti Charamarács? Tiszta bakta sose kéri magáért, nem tud magáért kérni. Mert annyira önzetlen, őt érdekel mások. Neki nincsen ilyen gomb, hogy én kérjem magamnak. Nincs. Nem, nincs ilyen opció. Ahogy nincsen nekünk opció másokért kérni, csak magunkért, nekik fordítva van. Ők nem tudnak magukért. Srila Prabhupád is, amikor nem sokára majd novemberben lesz évforduló, amikor Srila Prabhupád elhagyta a világot. És amikor ő készült, mondta tanítványoknak, jó, akkor én most már megyek vissza. Akkor ők mondtak, ne menj el, kérlek, ne menj el, mert ki fog minket tanítani, még maradjál még velünk. És akkor Srila Prabhupád, ha bár hatalomban volt, de Srila Prabhupád mindenhol írja, hogy a tiszta bakta, ő legyőzte, ő akkor hal meg, amit akar, mikor akar. Ő a legnagyobb misztikus. Fölötte nincsen, nem kontrollál a halál, nem, semmi nem kontrollál. De mivel tiszta bakta, ugyanazt írja a Prabhupád, hogy tiszta bakta sose magától cselekszik. Hogyha Krishna kér, akkor igen. És azért ő azt mondta, nem mondta tanítványa, na jó, akkor maradok, ami hatalmában volt, hanem mondta, jó, menjitek, imádkozzatok Krishnához, hogyha Krishna akarja, hogy maradjak még, akkor fogok maradni. És maradt. Mert Krishna látta, hát a tanítványoknak még van szükség egy kicsit jó társulásra. Szóval így tud bakta mondani, hogy akkor ti kérjetek Krishnától, hogy akarjátok, hogy maradjak, kérjétek. De aztán Krishna mindig dönteni fog, mert neki van szabad akarata, az is nagyon fontos, mert itt van egy sokszor hiba, valaki kér Krishnától valamit, és nem kap, és akkor kezd kibukni Krishnára. Mi ez a dolog, hogy én kérem, mi ez az Isten nem teljesít? Az a félreértés. Egyik, hogy Istennek is van szabad akarata, hogy ő döntsen, teljesíti vagy nem teljesíti. A másik, ő nem a te dzsined, ami csak mindig, amikor kell megdörzsölni a lámpát, bemész a templomba, dobsz a persejbe, ez olyan, mint hogy megdörzsölni, és akkor, na gyere dzsín, és akkor kijön az Isten, és akkor mondja, nem tudom magyarok, hogy mondják, hogy mit kíván a nagy
Gazda, a gazdám. Mit kíván a gazdám? Ó, figyelj! Ez a dzsín, vagy aranyhalacska, orosz mese, ez mind az a kategória, ahol félreértések vannak. Igen, szóval így tiszta bakta nem kér magának. Rendben. Köszönjük szépen. Sok-sok türelmet, aktív résztvétel. Most lesz valami finom kis prasádam. És akkor majd mi találkozunk és folytatjuk. Oké, köszönjük. Shri Gornita ki jai, Shri Radha Shyama Sundara ki jai, Shri La Prabhupada ki jai, Nitai Gora Premanandi Hari Bo. Gora Bhaktavrinda ki jai.